Tisztelt Országgyűlés, egy képmutató, korrupciót fedező vagyonnyilatkozati rendszert egy még kevésbé átláthatóra cserélnének. Ez pedig elfogadhatatlan, ezért ez a javaslat elfogadhatatlan. A hozzátartozók vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének megszüntetése, ami a legvállalhatatlanabb kellene, hogy legyen számukra, de nem szégyelték ezt előterjeszteni, oly sok botrány után sem. Viszont támogatható a javaslatban az, hogy kevesebb pénz jusson a jelenlegi helyzetben a frakciónak, a frakcióknak, így a Mi Hazánk Mozgalom frakciójának is. Mi támogatjuk azt, hogy a politikusok tegyenek önmérsékletről tanúbizonyságot, ezért már az országgyűlés alakuló ülésének napján, amikor még itt az összes többi párt a különböző országgyűlési tisztségek közti marakodással volt elfoglalva, mi már javaslatot nyújtottunk be a politikusi önmérséklet tanúbizonyságáról tanúságot téve a mentelmi jog eltörlése érdekében, ami nyilvánvalóan a politikus bűnözés visszaszorítását is célozza, és hogyha normális esetben a vagyonnyilatkozatok rendszerét is arra használnák fel, hogy átláthatóbbá tegyék a közéletet és különösen a politikusok tevékenységét, és a korrupciót visszaszorítanák, akkor egészen máshogy közelítenének ehhez a javaslathoz. Az eddigi szabályozás szerint a képviselő a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas vagy élettársának gyermekeinek vagyonnyilatkozatát. Nos, ezek a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok teljesen jogosak voltak eddig, hiszen egy vagyonközösségről beszélünk egy család, akármilyen család esetében is, és az, hogy nagyon gyakran akár kiskorú gyermekek nevére vásároltak különböző ingatlanokat, és így tüntették el a különböző, hát nyilvánvalóan nem tisztességesen szerzett vagyontárgyakat, hiszen miért is kellene dugdosni más esetben, azt normális esetben fel kellett volna tárni. Azonban az eddigi szabályozás is az volt, hogy az országgyűlés széfjében őrizték, tehát gyakorlatilag titkosították a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat, amely ellen csak a Mi Hazánk Mozgalom emelt szót az elmúlt időszakban. Mi azt gondoljuk, hogy nyilvánosságra kellene hozni az eddig titkosított hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat, nem pedig megszüntetni kellene ennek a vagyonnyilatkozattételi rendszernek ezt az elemét. További elfogadhatatlan módosulások, korcsosulások a rendszerben, hogy a képviselőknél ezután pontos összeget nem kell feltüntetni, csak jövedelemsávot a vagyonnyilatkozatokban. Nem kell nyilatkozni a hozzátartozók jövedelméről, az ingatlanokról, a nagyértékű ingóságokról, ezekről mind kellett eddig, ezután majd nem kell a kormánypártok javaslata alapján. Valamint a megtakarításokról, hitelekről, tartozásokról, tehát mindarról, ami átláthatóvá tehet egy eddig is kissé képmutató rendszert. Komoly visszalépésről beszélhetünk, miközben a Mi Hazánk Mozgalomnak javaslatai volnának a politikus bűnözés visszaszorítása, a korrupció megfékezése érdekében. Ilyen javaslatunk a vagyonnyilatkozatok átláthatóbbá tétele mellett a vagyonosodási vizsgálatra vonatkozó javaslatunk is, hogy minden ciklus elején és végén automatikusan essék vagyonosodási vizsgálat alá minden országgyűlési képviselő, de az államtitkárok is, például miniszterek is természetesen, annak érdekében, hogy tárjuk fel azt a vagyont, ami nem tisztességes úton a hivatalos jövedelemből fedezhető módon került a képviselő birtokába, tulajdonába. Ezt kellene átlátni, és ezt kellene feltárnia egy vagyonosodási vizsgálatnak, egy rendszeres vagyonosodási vizsgálatnak, de ez is egy olyan javaslatunk, amiről a kormánypártok, illetve a balliberális ellenzéki pártok sem hajlandók hallani sem. Természetesen voltak hibái az eddigi vagyonnyilatkozattételi rendszernek. Gondoljunk csak arra, hogy például nem kereshető, nem áttekinthető a szó informatikai értelmében sem, és nem is karakterfelismert PDF-ként található meg a parlament honlapján. Még azok a vagyonnyilatkozatok sem, amelyeket pedig elektronikus kitöltőrendszerrel nyújtunk be, illetve nyújtanánk be, hogyha a végén, a mentés után ez automatikusan megjelenne valahol. De nem ez történik, hanem a mentés után nyomtassuk ki, írjuk alá, azt beszkennelik, de nem úgy, mint régen, akár 10-20 éve is a képviselői
indítványokat, törvényjavaslatokat akár, hogy legalább karakterfelismert, legalább keresni lehet rá, hanem egy egyszerű képként jelenítik meg gyakorlatilag, minél inkább megnehezítve az átláthatóságért küzdő szervezetek munkáját is. Ezért kellene tehát az elektronikus kitöltő rendszert is például olyanná tenni, hogy automatikusan, visszamenőlegesen is kereshetően, valóban áttekinthető formájában jelenjenek meg a vagyonnyilatkozatok, és ne pedig úgy, hogy kipipáljuk, le van tudva, de igazándiból ennek a sok ezer oldalnyi oldalnak már az áttekinthetősége is megkérdőjelezhető. És szükséges volna a képviselői hozzátartozói vagyonnyilatkozatok megszüntetése helyett inkább annak titkosításának feloldása mellett, a rendszeres vagyonosodási vizsgálat mellett, például az esetleges egyéb állampolgárságról való nyilatkozattételi kötelezettség bevezetésének is. Ezt mára, miután a Jobbik ebben is szépen besimulta a baloldalba, szintén csak a Mi Hazánk mozgalom vallja és követeli. Láthattunk már botrányt ezzel kapcsolatban, amikor ugye egy MSZP-s képviselőnek egy afrikai banánköztársaságból nyert útlevele, és ezáltal nyilvánvalóan állampolgársága is fedezhette esetlegesen azt a menekülő útvonalat, amit ugye a széfjében az útlevél mellett megtalált több százmillió forint is indokolhatott. És hogyha már nemzetközi példákat hoznak, nagyon ügyesen, ezt el kell ismerjem, az Európai Uniós példát idehozva, miközben ez egy visszalépést jelent, de hát a támadhatóságot így kétségkívül csökkentik, akkor hadd hozzak én is egy példát. Miért nem hozzák ide az izraeli példát a képviselők esetleges más állampolgárságáról való nyilatkozattételi kötelezettség kapcsán? Ugyanis Izraelben nemhogy nyilatkozni kell, de képviselő sem lehet, országgyűlési képviselő sem lehet az, aki más ország állampolgárával rendelkezik. E tekintetben a Mi Hazánk mozgalom javaslata már vállalhatatlanul mérsékelt, hiszen mi csak azt mondjuk, hogy kerüljenek nyilvánosságra, hogy az esetleges momentumos képviselőknek adott esetben milyen egyéb állampolgárságuk van, ahogy azt mondjuk Márki-Zay Péterről végül ugye kiderült a kampány hevében, hogy ő egyedül Kanada alkotmányára esküdött föl, ugye a magyarra pedig nem is. Szükség volna tehát sok változtatásra, de az az ügyes húzás, hogy az unió vagyonnyilatkozat tételi rendszerére hivatkoznak, amögé bújnak, az azt gondolom, hogy politikailag lehet, hogy ügyes, de semmiképp sem tisztességes úthúzás. Egyébként sem indokolt az unió szabályozásához igazítani a magyar rendszert, hiszen inkább az unió utáni életre kellene már felkészülni, sokkal inkább afelé halad az Európai Unió e fejetlen bővítési hullám kapcsán is, amikor már leginkább az a kérdés, hogy a tálibokat mikor veszünk ugye föl az Európai Unióba, hiszen feltétel nélkül támogatják például Ukrajna Európai Uniós csatlakozását is, a parlamenti pártok leszámítva a Mi Hazánk mozgalmat. Ilyen értelemben tehát nem az Európai Unió jogrendjéhez, gyakorlataihoz kellene igazítani, hanem inkább a korrupció ellenes küzdelemhez. És végül két apróbb javaslatról is hadd ejtsek szót, ami ebben a előttünk fekvő törvényjavaslatban megtalálható, illetve a házszabály módosításában. Az eseti jelölőbizottságok megszüntetése azt gondolom, hogy támogatható és támogatandó. Eddig is eléggé képmutatás volt, hogy, és hát rendkívül bürokratikus, hogy létrehozunk egy bizottságot, mintha ott dőlne el, hogy kit kell mondjuk az állami számvevőszék elnökének vagy alkotmánybírónak jelölni, holott ezek egyrészt sokkal inkább Orbán Viktor dolgozó szobájában, esetleg a Fidesz országos elnökségében dőlnek el ezek a kérdések. Másrészt új bizottságot létrehozni egy eseti döntésre azt gondolom mindenképpen indokolatlan, amikor megtehetik ezt adott esetben például a szakbizottságok is. Viszont nem fogadható el az a módosító javaslat, amellyel kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, hogy egy valamelyik ellenzéki párttal való egyeztetés kapcsán fogalmazódott meg, tehát igazániból ellenzéki javaslatnak tekinthető, amit most a kormánypártok benyújtottak. Bár nem árulta el, hogy melyik párt javasolta ezt, melyik baloldali párt, hiszen nem a Mi Hazánk mozgalom volt az, amelyik a Fidesz-szel ilyen háttéralkukat kötve, háttéregyeztetéseket folytatva belobbizta azt, hogy a frakció pénzeket immár át lehessen játszani a pártoknak is. Ez szerintem nem elfogadható, hiszen bár eddig is kiüresítették a parlamenti vitákat, mégis ezek a frakció támogatások azt szolgálnák, hogy adott esetben szakértőket megbízzanak komoly
háttéranyagok írásával és komolyabb érdemibb viták történhessenek itt az országgyűlésben. Az, hogy ezt tulajdonképpen pártpénzé teszik, és ebből inkább pártépítést lehessen folytatni itt az érdemi parlamenti munka helyett, az, hogy ebből például kampánykiadásokat lehessen finanszírozni, az, hogy propagandát finanszírozzanak ezekből az állami támogatásokból, például a szakmai munkaanyagok, érdemi építő javaslatok helyett, az szerintem semmiképp sem mozdítja elő a parlamenti demokráciát, az országgyűlés működését, ezért ezt a részét a javaslatnak bármelyik balliberális oldal súgott is a Fidesznek, és került így bele ebbe a javaslatba a Fidesz frakció vezetőjének nyilatkozata szerint, ezt a Mi Hazánk mozgalom semmi esetre sem tudja támogatni, mint ahogy az egész előttünk fekvő javaslatot egészében sem. Annak ellenére, hogy a frakciók működési támogatásának csökkentése nyilvánvalóan indokolt, ezt a áldozatot nyilvánvalóan a Mi Hazánk mozgalom is vállalja, mint hogy a többi pártnak is vállalnia kell. Ez mindenképp egy előremutató intézkedés, a politikusok önmérsékletéről kell, hogy tanúbizonyságot tegyen végre egy olyan javaslat, amelyet végre benyújtottak, és hogyha le is szavazták például a mentelmi jog eltörlésére vonatkozó javaslatunkat, azt gondolom, hogy akkor legalább ez az önkorlátozás mindenképp illő és indokolt. Köszönöm a figyelmüket!